Sziasztok, gyerekek! A héten a Maroshegyi Oviból jelentkezik a Kincses Láda. Melyik csoportba vagyunk? Melyik csoportba jártok? Tulipán. És jó a tulipán csoportba járni? Igen. Hoztatok dalokat, készültetek valamivel a tévénéző gyerekeknek? Igen. Mert hogy közeledik, ami közeledik, milyen évszak van most? A tulipán csoport őszi összeállítását ismerhetitek tehát most meg. Elaludt az öreg csőz, burkos lopta a kezébe.
mert most már megyünk hazafele, úgyhogy mindenkinek már megtelt a kosarat, de nehogy üres kosárra jöjjön valaki, hogy most szedjétek tele, és eljátszunk még egyszer. Jó, megmondom a szörnyöt, elaludt az öreg cső, kurkos volt a kezére, vaskarab a fejére. Pihenjünk ki egy kicsit ezt a szőlőt, és csipegessétek a kosár, üljetek le, foglaljátok helyet itt a szőlőt, és csipegessétek el a szőlőből, ha megmarad, és megszedett szőlőket. Mindenki, jól lapottan. Én beleöntöttem a fában. Csipegessünk. Én is. Én már megszedem. Aranyos tulipán csoportos gyerekek, kijöttünk ide az óvodánknak az Ovi galériához, hogy megcsodáljuk ezeket a csodálatos képeket, amit nap mint nap láthattok, mert itt megyünk el előtte, és mindig megnézzük. Remélem emlékeztek arra az alkalomra, amikor a festőművész bácsi az Ovi galérián felavatta ezeket a képeket, és elmondta, hogy mindegyik festményt valamelyik évszakban festette. Most azt szeretném megkérdezni, hogy meg tudnátok-e mutatni a festmények közül, hogy melyik az, amelyik abban az évszakban készült, ami most van. Most melyik évszakunk van, ki tudja megmondani? És az a festmény bizony, honnan gondoltátok, hogy az a festmény lehet, amelyik őszi kép? Őszi kép, melyik? Honnan gondoltátok? Így van, a levelek sárgásak, bordósak, a festménynek az egész színe őszi színeket mutat. És mit festett azon a festőművész bácsi? A Karóczkai Otto festőművész bácsi. Mit látunk azon a festményen? Meg tudjátok mondani? Pedig ezt is beszélgettük, ez egy kukoricagóré. Ugye ősszel, amikor beérik a kukorica, meg beérnek a gyümölcsök, akkor mindegyiket tárolják, a kukoricát ilyen kukoricagóréba, és ilyenkor vannak a szüretek, és van. Milyen szüretünk volt itt az óvodában? Őszi, de mit szoktunk szüretelni? Szőlőt. És milyen vásárunk volt itt az óvodában? Mihály napi vásár. És akkor mit tároltunk a Mihály napi vásáron? De mivel fizettünk? Almával. Egy almáért is lehetett. Egyet lehetett venni. Így van. Egy almáért egy ajándék járt. Na hát ezekről az almákról tudunk mi egy aranyos kis, nagyon érdekes és nyelvtörős verset. Mondja el ez a három kis gyermek, jó? Gábor. Gábor álása, alma szüret. Hullik az alma. Hullik az alma, ne a fallat az alma, hatalma, görbül az ága, roppad a galja, jobbra és balra is recsegve hajtja. Nyögve a terhét, a súly hatalma, az alma vesztek, ágnak jutalma. Lehult az alma, lehult az alma, kosába rakja, piaska dalma. Télire várja a pince álma, jut minden napra alma a tálba. Maradék almát apart akarja, sümmama gyűjti, gödörbe rakja. Teli az odú színig a kamra, meglepkesinek régvárt jutalma. És látjátok, ez az aranyos kis versünk is a sünikéről is szólt az alma mellett, mert melyik az az állat, amelyik szereti a sűn? A sűn. És itt van, nézzétek, csak rajta, ide ráfestettem a festőművész bácsi a kis sűnit. Erről pedig mi is tudunk egy aranyos kis éneket. Indul a zene, és figyeljetek, elmutogatjuk, jó? Indulhatsz körbe, Sanyi, körbe. Jó, itt egy... Gombóc jár a kertben, szusszan, pöffen, minden percben. Bokrok, nézed a járzi sorba, buzgón, szaglász, medves orra.
fáj meg tüske, megfésülni, de nincs tükre, nem nyúl hozzá, így is jó, úgy hívják, hogy sündisznó. Gyerekek, itt vagyunk a galériában, és újra megnézzük ezeket a szép képeket. Annál is inkább, mert olyan évszakban vagyunk, amiről egy gyönyörű képet festett a Karoszkai Ottó bácsi, és éppen itt állunk előtte. Milyen évszakról festette a harmadik képet, gyerekek? Az őszről, bizony. Milyenek az ősz színei? Mindenki tud mondani egyet legalább? Sárga. Nagyon jó. Bordó. Nagyon jó. Bordó. Piros. Nagyon jó. Sárga. Bizony. Nagyon sok színű az ősz, ugye? Az őszről zöld is van, mert van olyan fa, amelyik későn hullatja le levelét, későn sárgulnak meg a levelei. Nagyon jól mondtad, Nellike. A fenyőfa. A fenyőfa az milyen fa? Megbeszéltük. Az pedig egy örökzöld fa, és az nem hullatja a tüskéjét, és annak nem levelei vannak, hanem tüskéjé. Tudunk egy gyönyörű szép verset az őszről. Szeretném, ha elmondanátok, jó? Arra forduljatok szépen a kamera felé, úgy, és már mondhatod is. Fésű. Fésűséva az ősz. Orsi. Külös őszi szélben sárga pillepelte. Nem is pille, hanem falevén az ágon. Nem is ez, hanem sas. Hullas erdő lombja, okos kis sündisznó derékhajnak foltja. Mélyebbre húzód a vakonda földbe, odúja nyillását a mókus betörte. Madárka se csattog, elhallgatok fészke, csak a szép kikeri, vidi még a réten. De mivel a lombok táncukat eljárja, leveti majd ő is szép szilom ruháját. Ez csodaszép volt, és valóban olyan volt. És ez pedig olyan, mint egy őszi vihar. Vedd el a hangszeredet, drágám. Márta? Igen. Jó. Ügyesek vagytok. Most szeretném, hogyha a gyönyörű, szép őszi dalunkat eldalolnánk először hangszerek nélkül, jó? Somvirág, somvirág, aranysága a virág, kakukk fű, kakukk szó, kirándulni volna jó, fűszvasítot faragni, fűszvalóan lovazni, ákombokron ártan, háton át is zsákkal, menni nem zegélni, este hazatérni. Nagyon szép volt, üssük hozzá most az egyenletest, vedd elő a hangszeredet, rajta. Somvirág, somvirág, aranysárga a világ, kakukk fű, kakukk szó, kirándulni volna jó, fűszfa sípot faragni, fűszfa lovon lovazni, árkombokron által, háton hátizsákkal, menni mendegélni, este hazatérni. Csodálatos volt ez a hangszer, meg ez az ének. Most szeretném, ha visszatennéd a kosárba. Úgy. Készítenéd a kezedet, elénekelnénk még egyszer, és így mennénk be a többiekhez a csoportba. Jó? Somvirág és rajta. Somvirág, somvirág, aranysárga a világ, kakukk fű, kakukk szó, kirándulni volna jó, fűszfa sípon faragni, fűszfa lovon lovazni, árkombokron által, háton hátizsákkal, menni mendegélni, este hazatérni.
Kedves gyerekek, ennyi fért ma esti kincsesládánkba. Legközelebb 18 óra 10 perctől számítok a figyelmetekre. Sziasztok! Sziasztok!